Megkezdődhet hamarosan a Fiesta, hiszen már csak 2,5 perc van hátra, de még ne vegyünk mérget arra, hogy a végeredmény 4-0. Bojan középre! Itt az ötödik, Zsefrén is beáll csereként, élete első gólja az El Clasicón. Ötös. Nagyobb különbség, mint Madridban. Az a bizonyos 2-6 alkalmával, ami nem volt olyan régen, de annál fájóbb. Persze nem a katalánoknak. A 91. percben itt az ötödik. Az örömünnep elkezdődik már a hármas sípszó előtt. A riporterek, mindjárt a pályán, a fotóriporterek, a stábok. Piqué pedig fölmutatja mindezőt ujját. Milyen szerencsé, hogy nem hat, mert annyi ujja nem lehet. Vagy akkor már sámán. Vagy kéne használni másik kezét, nyilván ez az evidencia. Ramos a sírással küszködik. Árbela a föld alá bújna, ennyire nem laza a talaj. Ami nem jött össze Bojannak, hogy első, második labdaérintéséből gólt szerezzen, az összejön Zsefrénnek, igaz, Bojántól kapja. Lesről szó nincs, Iniesta lekésik, Zsefrén nem. Ramos meg. Egyébként nem egy lassú védő, de olyan játszik könnyedséggel, lép be elé Zsefrén, hogy az már fájó lehet madridi nézőpontból. Guardiola csapata egyeduralkodó Spanyolországban, ezt most már senki nem vitatja, a legelfogultabb Real Szurkolók.